az Emlékezés menete címmel szervezett megemlékezést a rakamazi német nemzetiségi önkormányzat. Az egykori sváb nemzetiségű lakosokat 1945. január végén hurcolták el kényszermunkára. Bodnár László rakamaz polgármestere beszédében hangsúlyozta, sokáig egyáltalán nem lehetett beszélni a tragédiáról, de ma már kötelességünk emlékeznünk és emlékeztetni a következő generációkat is. Nők 16-35 éves kor között, a férfiak 16-45 éves kor között lettek áldozatai egy vesztes ideológiának. A mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez tartozó Mérklől 300, Vállajról 214 főt hurcoltak el. Rakamaz és Vencsellő vonzás körzetéből 931 főt vittek el az oroszok. Szerencs felé indult a gyalogmenet, a téli fagyban, korbácsütések kísérletében. 77 éve elteltével a mi dolgunk az emlékezés és az emlékeztetés. Hiszen sokáig még beszélni sem lehetett erről a borzalomról. Tircsi Rihárd történész saját kutatásai alapján elmondta, a rakamaziakat először Szerencsre kísérték a szovjetek, majd vonattal a Donyecki szénmedence egyik kényszermunkatáborába szállították őket. Az út 4 hétig tartott. Így 135 embert vittek el Szerencsre gyalogosan, és ott kerültek bevagonírozásra, marhavagonokba, szó szerint, és ennek a menetnek állítunk ma itt emléket. Hazatérők közel 100 fő volt, aki hazaérkezett. Jelen pillanatban 3 túlélője van, 2 idősebb, akik már nem tudtak részt venni. Tavaly az első ilyen emlékmenetünkön ők is részt vettek, ők is gyalogoltak velünk, és van egy túlélőnk, aki Polyák Zoltánné, ha mondhatom a nevet, ő ott született, és édesanyjával egészségesen hazatértek. A megemlékezésen Vinnai Győző országgyűlési képviselő elmondta, a civil lakosság körében több áldozata volt a háborúnak, mint a fronton. Nem tudom, hogy tudják-e, Stark Tamás kollégám leírta, hogy megtizedelt ország lettünk. 1 millió áldozata volt Magyarországon a II. Világháborúnak. És most mondom a szörnyű hírt, a katonai áldozatok száma kevesebb volt, mint a polgári áldozatok száma. A megszálló szovjet katonák akár községi iratokból, akár belügyminisztériumi feljegyzésekből, vagy csak jó akarók bemondása alapján listát állítottak össze, és különböző ürügyekkel behívatták a település iskolájába vagy községházába a svábokat, majd rájuk zárták az ajtót, és ezzel megkezdődött több évig tartó szenvedés történetük.